magyar kormányzat, és ez majd későbbiekben a családokról szóló sarkalatos törvény rendelkezése is kifejtik, hogy ez volt az egyik legrosszabb tendencia az elmúlt években. A kormányzat aktivitásához azt hiszem nem fér kétség, aki itt volt tegnap a szavazások végéig, az láthatta, míg a Gyurcsány bajnai korszakban a parlament hétfőnként 5-6 óra fele befejezte a munkáját. Hát most ez nem így zajlott, 11 fele értek véget a szavazások is, és nem csak mennyiségében, de minőségében is igyekszünk jobbat, újabbat létrehozni, hiszen a kormányzati működésben egy új hatásvizsgálati rendszer lépett életbe, amely nem puszta formalitásnak tartja azt, hogy a kormányzati erőterjesztések megalapozottak legyenek, hanem nyilvánvalóan ezek mögött számítások vannak. Ha a vidék Magyarországáról beszélünk, az elmúlt közel egy évtizedben leginkább csak postabezárások, összevonások, elnéptelendő falvak, ezek a hírek érkeztek vidékről. Az új kormányzat számára egy filozófiai váltás kellett, hogy bekövetkezzen, hogy a vidéken élő magyar emberek ugyanolyan fontosak, mint a városiak, és az SZDSZ logikájával szemben, miszerint milyen jó lenne az egész Magyarország csak egy Budapestből állna, ehhez képest igyekeztünk a vidéki emberek életét is javítani. Éppen ezért indult el a vidéki iskolák újranyitására egy 300 millió forintos program, amelyre lehetett pályázni, pontosan azért, hogy a kis településeken legalább az alsó osztályok elinduljanak, és helyben tudjon ki-ki iskolába járni, vagy gyerekét iskolába járatni. De ugyanígy a Nemzeti Vidék Stratégiának is társadalmi vitája zajlott, meghosszabbított ütemben is, amely pontosan azt kívánja elérni, hogy vidéki munkahelyeket megőrizzük és gyarapítsuk erre. Hát Győrben és más városokban is nagy beruházásokat láthatunk, illetve tartsuk meg vidéken a népességet. A városokba és az országon kívülre se vándoroljanak. De hogyha ki-ki ismeri a kormányzatnak az új önkormányzati törvényre vonatkozó vitaeredetét, illetőleg a közszféra átalakítására vonatkozó elképzeléseket, melyeket hát már hónapok óta megismerhetnek, és egy éve a kormányzat is nyíltan ezeket felvállalja, akkor láthatja, hogy a kormányhivatalok rendszere, a járások rendszere pontosan azért alakult ki, hogy 3200 önkormányzat megmaradjon, hogy minden vidéki településen az önkormányzatiság alapjai megmaradhassanak. Vannak olyan funkciók, amelyeket az állam közvetlenül jobban el tud látni, hatékonyabban el tud látni, fölösleges bürokratikus lépéseket, időt és energiát tudunk ezzel megspórolni, de minden vidéki településnek megkívánjuk őrizni a jogát arra, hogy saját önkormányzatot tartson fönn, arra szolgál többek között a 3200 önkormányzat tekintetében a közigazgatás átalakítása, hogy mind a 3200 helyen ki-ki meg tudja őrizni az önkormányzatiságát területfejlesztési kérdésekben, kulturális kérdésekben, és egyéb olyan helyi közösségi kérdésekben, amelyeket ott lehet a legjobban megoldani, és csak azokkal a funkciók kerüljenek át máshova, az állam kormányhivatali rendszeréhez, amelyek ott oldhatók meg jobban. Ezzel is szerintem egyértelművé tette a kormányzat, hogy a vidéki embereknek az életét próbálja könnyíteni, és helyben próbálja könnyíteni. Nem kívánja nekik megmondani, hogy hol és hogyan éljenek, hanem ott próbál nekik munkahelyet, lehetőséget teremteni, ahol megszülettek, hogy ott tudjanak egész életükben méltósággal élni, dolgozni és megöregedni, és mindeközben gyermeket vállalni, családot alapítani. Köszönöm szépen! Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés, ugyancsak napi rendelőti felszólása jelentkezett Gúr Nándor képviselő úr az MSZP képviselőcsoportjából. A mély szegénység peremén a nyomor felé haladva címmel. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Az elmúlt egy esztendőben sok olyan dolog történt, amit szerintem önök sem gondoltak volna, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem biztos, hogy minden tekintetben pozitív értelemben. 1 millió új munkahelyet ígértek, radikális adócsökkentésről beszéltek, a közbiztonság megerősítését mondták 2 hét leforgása alatt. Tudva levő, ismert önök előtt is, hogy mi történt, tudva levő az, főleg és az ország hátrányos helyzetű térségeiben, megyéiben, vagy a halmozott a hátrányos helyzetű kistérségeiben, hogy a munkanélküleknek a száma az rohamosan nőtt, hogy a foglalkoztatottak száma az pedig csökken. Tudva levő az is, hogy a radikális adócsökkentés az azt hozta, hogy a 16%-os egykulcs a személyi jövedelemadón keresztül rengetegen a foglalkoztatottak köréből, abból a durván 3,8 millió emberből 3,5 millió ember nem haszonélvező, hanem vesztese lett a történetnek. Egyrészt a személyi jövedelemadórendszer, másrészt az adójóváírások egy részének az elvételén keresztül.
Az is ismert, hogy a úgymond felső 10 000, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a 300 000 forint feletti jövedelemmel bírók, azok kevesebb adót fizettek be, és másik oldalról nézve a 300 000 forint bruttó kereset alatt lévők pedig több adót fizettek be, mint a korábbi időszakban. A létminimum és a szegénységi küszöb alatt élőknek a száma és aránya rohamos mértékben megnőtt, soha nem látott mértékű az elmúlt esztendőt érintően, KSH kimutatás alapján 37%-a a Magyarországon élő embereknek a szegénységi küszöb alatt él. Ezek félelmetes adatok, és főleg úgy félelmetesek, hogy legkiváltképp a leghátrányosabb helyzetű térségekben rontották a megélés, az élhetés pozícióit. Nem akarok részleteiben beszélni arról, hogy ebben persze szerepet játszott az, hogy különféle terheket áthárítottak, amelyekre állították, hogy ezek majd nem fogják a lakosságot érinteni, külön adók sokasága, egyebek. Nem akarok arról beszélni, hogy magánnyugdíjpénztári megtakarításokat vettek el az emberektől, és ezzel ennek egy részével próbálnak államadósságcsökkentést tenni. Nem akarom azt sem kibontani, hogy milyen megszorításokat tettek, de azért címszavakban mondom, olyan megszorításokat, amelyek megint csak a leghátrányosabb helyzetben élőket érintik leginkább, gyógyszerkassza tekintetében, közösségi közlekedés vonatkozásában, munkavilágát, foglalkoztatáspolitikát érintő források eldétele tekintetében, nyugdíjak vonatkozásában. És mindezek mellett a munkaadóktól pedig olyan munkaadók felé pedig olyan elvárásokat fogalmatosítanak, hogy az önök által elkövetett szerintem hibás döntések után ők álljanak helyt. Ők legyenek azok, akik a munkavállalóknak a bérüket kiegészítik azért, hogy legalább nominál szinten ne csökkenjen. Az, ha ezt nem teszik, akkor nyilván ennek a konzekvenciája az, hogy különféle hatósági ellenőrzések kapcsán más elkövetett hibák után magas szankciókra számíthatnak. Munkaalapú társadalom építéséről beszélnek, és közben az zajlik, hogy a foglalkoztatottak száma, mint mondtam, a hátrányos halmozott, a hátrányos helyzetű térségekben egyértelműen csökken, a munkanélküliek száma pedig egyértelműen nő. Elvesznek forrásokat, tegnap éjszaka tárgyaltuk a költségvetési törvényt, az aktív foglalkoztatás politikát érintően mintegy 38 milliárd forintot, a passzív oldalon hozzátesznek 24 milliárdot, pont ellentétesen cselekszenek, mint ahogy mondják. Nem segély helyett munkát kívánnak teremteni, olybá tűnik, mintha a munkahelyet a segély létét erősítenék. A baj az, hogy mindezek közepette folyamatában senkivel nem egyeztetnek, legkiváltképp azokkal nem, akiket érintenek a különböző törvényi változtatások. Összességében azt szeretném mondani, hogy a keresetek csökkennek az emberek döntő többségénél, miközben az árak növekednek. Hogy a munkahelyek megszűnnek, miközben a munkanélküliség növekvő trendet mutat. A kis jövedelműektől elvesznek, miközben a gazdagok felé forrásokat csoportosítanak át. Az utolsó mencsvárat, a közfoglalkoztatás rendszerét is szétzúzzák. Valójában ez azt hozza, hogy olyan követelések, jogos követelések fogalmazódnak meg, ami arról szól, hogy munkahelyeket, méltányos béreket kívánnak az emberek, közfoglalkoztatás 8 órában és nem 4 órában, tisztességes adórendszert, olyat, ami nem a szegényektől veszel, valódi érdekegyeztetés, ami az emberek érdekében történik. Azt gondolom, ezek a kívánalmak jogosak és helytállóak. Az emberek érdekében kellene cselekedni, és azért, hogy a társadalmi béke az fennmaradjon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! A kormány nevében Becsei Zsolt államtitkár úr kíván felszólalni. Megadom a szót, államtitkár úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselő úr, nem első alkalommal hallom azokat a felszólásokat, mert képviselő úr száját elhagyták, és azt hiszem, hogy minden esetben ugyanazok a kérdések jönnek elő. De mielőtt még rátérnék arra, hogy a kormány milyen foglalkoztatáspolitikát és milyen eszközrendszert próbál arra alkalmazni, hogy minél több ember meg tudjon élni tisztességes munkából, akkor újra nézzük át csak nagyon röviden azt, hogy hogyan jutottunk oda, és milyen helyzetet vettünk át. Nos, 2010 áprilisában még mindig azt regisztrálhattuk, hogy Európában az egyik legalacsonyabb foglalkoztatási ráta volt Magyarországon, mintegy 55% körüli, az azt jelenti, hogy az arra alkalmas embereknek alig több, mint a fele dolgozott hivatalosan.
vagy inaktív volt, vagy munkanélküli volt, vagy szürke gazdaságba mozgott, de nem dolgozott hivatalosan. Ugye egy általános jellegű dolog lett az, hogy valaki szociális segélyből élt, és mellette feketén dolgozott, magyarul nem járult hozzá a közterhekhez. Ez volt az egyik helyzet. A másik, hogy a hivatalos KSH statisztikák szerint 2002 és 2010 között mintegy 100 000-re csökkent a foglalkoztatottak száma. Harmadik dolog, amit én meg szeretnék jegyezni, az az, hogy a rendszer volt önmagában fönntartatatlan, a nemzeti jövedelmünkhöz képest kirívóan magas költségeket kellett az országnak arra fizetni, hogy a szociális ellátórendszert alkalmazza. Mi volt ennek a folyamánya? Az volt a folyamánya, hogy családok, emberek, családfők tömkelegei egy olyan életmódra álltak rá, amely nem másból állt, mint abból, hogy segélyekből és nem nyilvános munkákból élünk. A gyerekek is már ezt az életformát tapasztalták meg. Nos, egy ilyen helyzettel kellett, hogy szembenézzünk. Ráadásul ezt a rendszert, az igen magas szociális kiadási hányadot, az igen alacsony hivatalos foglalkoztatási rátát nem tudjuk már tovább fönntartani. Az ország versenyképességét ásta ez alá, ez a helyzet. Ezzel kellett, hogy szembesüljön az új kormány, amely azonnal valóban az 1 millió munkahely, az 1 millió legális munkahely politikáját kezdte el megvalósítani. Csak zárójelben jegyzem meg, ugye erről is már többször kitértünk, az egykulcsos 16%-os adózás. Ez is gyakorlatilag annak a filozófiának a része, amit az új kormány a kormányprogramban meghirdetett, nevezetesen, hogy csak akkor fogunk tudni kibontakozni, hogyha magukat, az embereket munka világa felé ösztönözzük, hogy ők is hivatalos munkát tudjanak vállalni. Ennek az egyik nagyon fontos eszköze az egykulcsos jövedelemadó, hiszen akkor ezzel az alacsony kulccsal és a könnyen átlátható kulccsal, mint a munkaadó, mint a munkavállaló részéről a legális foglalkoztatásra nagyobb hajlam van. Egyébként ugye többször hallottam azt is, hogy az egykulcsos jövedelemadó csak a legfelső apró réteget segíti, számszerűen a többieket pedig bántja. Az egykulcsos adó, amely Közép-Európában rendkívül sikeres volt, lényege pont az, hogy arra ösztönözzük az embereket, hogy mennél többet teljesítesz, mennyire többet vagy képes versenyképesen teljesíteni, annál több fog számodra maradni, és ezt átlátja a munkaadó is, és a munkavállaló is, és ez egy nagyon pozitív ösztönző arra, hogy valaki dolgozzon. Ugye előtte a családpolitika is gyakorlatilag egy olyan rendszert vett föl, hogy valaki a gyereknevelési költségét szét tudta választani attól, hogy vajon munkát vállal, vagy nem vállal munkát. Az új kormány nyilván elindított egy olyan adópolitikát, amely a kettőt összekapcsolja. Ez is egyébként az embereknek a munkavilága felé történő pozitív ösztönzését volt hivatott megvalósítani. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a munkatörvénykönyve módosítása esetében is a rugalmassággá tétel az azt jelenti, hogy a munkaadót vigyük afelé, hogy érdemes legyen új munkahelyet teremteni. Hogyha nem teremtenek új munkahelyet a munkaadók, egy nagyon zárt, rugalmatlan rendszerben vagyunk, akkor nincs milyen munkahelyet betölteni. Tehát elsősorban a munkaadók oldaláról kell megvalósítani az új munkahely teremtést, és utána az ösztönző rendszer az embereket pedig odavinni, hogy itt kezdjenek is el dolgozni. Egyébként több mint 20 000-rel nőtt az elmúlt egy év alatt a versenyszférában, tehát az adózó versenyszférában a foglalkoztatottak száma. Megindítottunk egy átvándorlást a versenyszféra felé a közszférába történő foglalkoztatásba, de emellett természetesen gyorsítottan egy új közmunkaprogramot is meg fogunk valósítani, ami megint csak az embereknek a munka irányába, a munkavégzés hajlandósága felé történő segítését jelenti. Duális szakképzést is bevezetünk, tehát közelebb hozzuk a szakképzést megint csak a munkaadók világához. Úgyhogy én azt remélem, hogy ezeket az eredményeket képviselő úr is végre egyszer el fogja fogadni, és be fog állni abba a sorba, hogy Magyarország kibontakozása csak ennek a filozófiának a jegyében történhet meg. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés, szintén napirendelőti felszólalással jelentkezett Spaller Endre képviselő úr a KDNP képviselőcsoportjából. Piacfelügyelet egészségünk és biztonságunk érdekében címmel. Önnél a szó, képviselő úr.
Köszönöm szépen a szót. Néhány aktuális fogyasztóvédelmi kérdésről szeretném a tisztelt házat tájékoztatni. Az elmúlt időszakban számos olyan hazai és európai mértékű problémáról adtak hírt a médiumok, amelyek arra hívták fel a figyelmet, hogy nem csupán hazánkban, hanem tőlünk nyugatabbra fekvő országokban is kiemelt feladatot jelent a piacfelügyeleti tevékenység. Azaz annak garantálása, hogy az üzletek polcain csak biztonságos termékek legyenek kaphatók, legyen szó élelmiszerről vagy egyéb árucikről. Ha a híradások mögé tekintünk, látható, hogy a hazai rendszer jól működik, a Magyarországon tevékenykedő piacfelügyeleti hatóságok jól végzik dolgukat. Mindenki számára megnyugtató volt az a hír, hogy hazánkban biztonsággal fogyasztható az uborka és minden egyéb zöldségféleség akkor, amikor más országokban egy komoly járvány kialakulását kötötték hozzá. Ehhez csupán egyetlen dolgot kell tenni, a magyar termelők áruját kellett fogyasztani. Persze nem árt az elővigyázatosság sem a vásárlók részéről, hiszen egy másik hír arról szólt, hogy a legnagyobb hipermarket láncban tavaly lejárt kisgyermekeknek szánt kakaós italt találtak a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrei. A szervezet haladéktalanul intézkedett, a forgalmazást megtiltotta és további ellenőrzéseket rendelt el. Felhívta a fogyasztók figyelmét a szükséges és indokolt elővigyázatosságra, ugye a szavatosság ellenőrzésének fontosságára. A hatóságok együttműködésének eredményeképpen pedig a Pest megyei kormányhivatal szabta ki a visszatartó erejűnek szánt bírságot. Látszik tehát, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság, ha kell, a legnagyobb szigorral lép fel az egészségünket, még inkább gyermekeink biztonságát veszélyeztető üzletekkel szemben, és ez nem csupán az általános kereskedelmi ellenőrzések területére igaz. Az Európai Bizottság 2011. május 12-én tette közzé a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékek gyors riasztási rendszerének működéséről szóló 2010. évi összefoglaló jelentését. RAPEX névre hallgat ez a gyors riasztási rendszer. A dokumentum szerint a gyors és eredményes hatósági fellépésnek köszönhetően egyre kevesebb veszélyes termék kerül az EU belső piacára. És hogy ehhez hogyan járul hozzá a hazai szervezet? A jelentés szerint a RAPEX rendszerében valamennyi EU tagállam aktívan részt vett a veszélyes termékek felderítése, riasztások közzététele és a szükséges intézkedések megtétele révén. A tagállamok fele 2010-ben tovább erősítette tevékenységét. A legaktívabb országok között Németország és Bulgária mellett Magyarország található. A dobogós hely szerencsére nem azt jelenti, hogy a hazai piac fertőzöttebb lenne a többi tagállamhoz képest, hanem azt, hogy az NFH kiemelt területként kezeli a piacfelügyeletet, és már a vámellenőrzés során képes megakadályozni, hogy a veszélyes termékek egyáltalán megjelenjenek az üzletek polcain. A szép eredményhez gratulálunk Pintér István főigazgató úrnak. Az NFH idei évben is számos piacfelügyeleti vizsgálatot ütemezett be éves ellenőrzési programjába. A kontrollán helyezett termékkategóriák között szerepelnek gyermekjátékok, járókák, háztartási eszközök és kéziszerszámok is. Fontos, hogy a hatóság olyan területként kezeli a nem biztonságos termékek kiszűrését célzó ellenőrzéseket, ahol nincs tolerancia. Meg kell találni, felelősségre kell vonni a jogsértőket. Az állam felismerte, hogy a kemény fellépés azokon a területeken indokolt elsősorban, ahol a fogyasztók életét, testi épségét, egészségét, vagy a fogyasztók széles körének vagyoni helyzetét veszélyeztetik az adott vállalkozások. Ahol az alternatív, ösztönző eszközök indokoltak, ott továbbra is élni kell ezekkel a lehetőségekkel, hiszen azt az uniós piacfelügyeleti jelentés is leszögezi, a vállalkozások is egyre komolyabban veszik kötelezettségeik teljesítését. A hazai tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy ez nem csupán a termékbiztonsági előírások betartására igaz, hanem az általános, hagyományos kereskedelmi gyakorlatokra is. A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján már olvasható és véleményezhető Magyarország új, középtávú fogyasztóvédelmi stratégiájának vitairata, amely szintén prioritásként kezeli a piacfelügyeleti tevékenység további fejlesztését. Nem kétséges, hogy a hazai hatóság ezen a területen nem enyhíthet szigorúságán, és az idei évben is ugyanazon a magas színvonalon látja el ez irányú tevékenységét, mint a tavalyi évben és az azt megelőző években. Minden érdeklődőt szeretnék biztatni, hogy vegyen részt a fogyasztóvédelmi stratégia megalkotásában, várjuk a véleményeket, ötleteket, javaslatokat, hiszen a fogyasztóvédelem mindannyiunk közös ügye. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, a kormány nevében Ángyán József államtitkár úr kíván felszólalni. Megadom a szót, államtitkár úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. Köszönöm, hogy ezt a rendkívül fontos kérdést idehozta a ház elé, ami a fogyasztóvédelmet érinti. Annyira szerteágazó területről van szó, hogy megengedik, egy területét emelném ki, és ez különösen az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos kérdéseket érinti. Azt hiszem, hogy azok az élelmiszer botrányok, amelyek egyre nagyobb gyakorisággal és egyre súlyosabb következményekkel követik egymást, kontinens szerte most már, rávilágítanak számos tanulságra. Eszmélés, talán így mondhatnám, egyfajta eszmélés következik be a fogyasztóvédelem, illetve ezen belül az élelmiszer ellátásunk területén. De először szögezzük le azt, hogy valóban a magyar hatóságok ennél a legutóbbi Escherichia coli fertőzéses élelmiszer botránynál is nagyon jól működtek. Magyarországot nem ért el valóban ez a járvány, és ehhez feltétlen hozzájárultak azok az intézkedések, amelyet a hatóságok azonnal megtettek. Többek között az, amit Fazekas Sándor miniszter úr elrendelt, hogy azonnali vizsgálatokat indított, nem csak humán egészségügyi vizsgálatok zajlottak tehát Magyarországon, amelyek mind negatív eredményt mutattak, hanem ugyanígy a zöldségminták és az élelmiszer minták vizsgálata is rendszeressé vált, és nyugodtan mondhatjuk ma, hogy Magyarországot ez a járvány nem érte el. Azonban azt is le kell szögeznünk, hogy a járvány maga nagyon súlyos hatásokkal járt. Hogyha a mai számadatokat idehozhatom, 3717 fő, aki megbetegedett ebben a járványban, 5 országot érintett ez a járvány, közülük számosan nagyon súlyos állapotban vannak, és összesen 43 halottal járt ez a járvány. Magyarország esetében ilyen súlyos következmények nem voltak, a járvány nem élt el bennünket, de a gazdasági hatások, amelyek egy ilyen járvány kapcsán kialakulnak, különösen egy biztonsági, bizalmi piacon, amilyen az élelmiszerpiac, ez csak Magyarország esetében 8-12 milliárd forintot jelentett az adott zöldségágazatnak, amelyben ezek a problémák jelentkeztek. Azt kell mondjam, hogy mindezek egyfajta eszmélést indítottak el az európai társadalmakban. Arra kell rájöjjünk, hogy az élelmiszerbiztonság az nagyon közel esik manapság már a nemzetbiztonság kérdéséhez. Ma a nemzetbiztonság nem azoktól függ alapvetően, azoktól a kérdésektől, amelyek mondjuk 150-200 évvel ezelőtt meghatározták a nemzetbiztonságát, hanem például az élelmezés élelmiszerbiztonságtól, a vízellátás biztonságától, az energiaellátás biztonságától, és mindazoktól az erőforrásoktól, amelyeken keresztül ezt biztosítani tudjuk. Fölmerül ebben a közegben az élelmiszer önrendelkezés kérdése egyre határozottabban, ami azt jelenti, hogy az élelmiszer az egy speciális termék, amelynek esetében a nemzetek rendelkezhetnek arról, hogy milyen élelmiszert és honnan kívánnak fogyasztani. Nagyon komolyan az európai politikában is fölmerülnek most már ezek a kérdések. Akár odáig elmegy ez a kérdés, hogy az élelmiszerek esetében az áruk szabad áramlása kérdése is megkérdőjelezhető, ami szentségtörésnek minősült néhány évvel ezelőtt még az európai közösségben. Milyen eszközeink vannak? Az egyik eszköz természetesen ennek az ellenőrzési rendszernek az erősítése, de itt az egész élelmiszer láncra ki kell, hogy terjedjen. Egyre nehezebb és egyre bonyolultabb feladattá válik ez persze, hogyha ezt a világkereskedelmi rendszert, rezsimet vizsgáljuk, amelyben az élelmiszerek ma részt vesznek. Én azt a példát szoktam hozni, amely talán demonstrálja ezt a folyamatot, hogy egy átlag sárgarépa, mire a földtől az asztalra kerül, a fogyasztóhoz 1847 kilométert tesz meg, miközben ott a szomszédban előállítható lenne, és nagyobb biztonsággal. És ez utal már arra, hogy egyfajta gondolkodásbeli, rendszerbeli váltásra lenne szükségünk. Ezért van az, hogy azt mondjuk, hogy belülről kifelé kell megszervezzük az élelmiszerellátásunkat. Így tudjuk leginkább kézbe tartani az élelmezés és élelmiszerbiztonságunkat, mert maga a közeg, a közösség az, ami ellenőrzi az élelmiszer előállítást. Furcsa mód, nem akkor voltak élelmiszer botrányok, amikor ez az élelmiszerellátási rendszer volt Európában és Magyarországon is, hanem akkor, amikor egyre bonyolultabb rendszerekkel ugyan ellenőrizzük, de egyre ellenőrizhetetlenebbé válik ez az egész folyamat. Nos, ezért van az, hogy a Nemzeti Vidék Stratégiában egy másfajta megközelítést javaslunk alapvetően. A helyi termelés, a helyi élelmiszerfeldolgozás,
a helyi ellátás, a helyi piacok rendszere először magunknak és a környezetünknek, aztán az országnak, a régiónak, és ami e fölött keletkezik, azt szállítjuk exportra, és ebből exportbevételeink vannak. Azt javaslom, hogy ezt a paradigmaváltást tegyük alapjává a stratégiánknak, és egészen más megközelítésbe kerülhet az élelmezés, élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem kérdése is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, szintén napirendelőti felszólalása jelentkezett Száva István képviselő úr a Jobbik képviselőcsoportjából. Egyetért a Nemzeti Ügyek Kormánya Füzes Oszkár idiótázó kijelentésével címmel. Öné a szó, képviselő úr. Haló, haló. Hallanak? Nagyszerű. Köszönöm. Kérek egy mikrofont képviselő úrnak biztosítani. Elvileg jó? Jó. Jó? Jó? Jó. Jó, köszönöm. Kérem az órámat visszaállítani. Köszönöm szépen. Kérném az időt visszaállítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy még egyszer nekifutok. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr. 1920. június 4-én történelmi hazánk területének 72%-át veszítettük el. Ebből is a legnagyobb terület és nemzetünk számára a legnagyobb érzékenységgel bíró vesztességet Erdély jelentette, amely önmagában is nagyobb, mint a mostani Csonkaország. Romániai nagykövetünk, bukaresti nagykövetünk néhány nappal ezelőtt következőket volt képes kiejteni a száján, némi történelmi leckét adva az egyik román portálnak, illetve hát ő úgy gondolta, hogy a mi véleményünket, vagy Magyarország véleményét megfogalmazva, arról beszélt, hogy Magyarország mára tudomásul vette, hogy elveszítette a 700 éves harcot Románia ellen, és 20 ezer Magyarország idiótát leszámítva senki sem gondol arra, hogy visszavehetjük Erdélyt, vagy Erdély egy részét. Most arra nem szeretnék kitérni, hogy miért van minimum félműveletlenségre 700 éves Romániáról beszélni. Nézzük inkább a dolgot magát. Tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr, el tudják-e önök azt képzelni, nézzünk egy-két nemzetközi példát, el tudják-e önök azt képzelni, hogy egy román diplomata bármikor, bárkinek, bármilyen helyzetben kiejti a száján azt a mondatot, hogy Románia belenyugodott Moldva elveszítésébe. El tudják-e képzelni azt, hogy elmegy a szerb nagykövet Nyugat-Európába, vagy elmegy Tiranába, vagy elmegy bárhova, és közli azt, hogy Szerbia belenyugodott Koszovó elvesztésébe. Vagy el tudják-e képzelni azt, hogy Írország bármely diplomatája 700 éves elvesztett küzdelemről beszélne Észak-Írország kapcsán. Ez nyilván elképzelhetetlen. Ilyet csak nálunk lehet megcsinálni, ilyet csak egy magyar diplomata tehet meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Erdély akkor fog elveszni végleg, ha mi magunk lemondunk róla. Hagy emlékeztessem önöket Théophile Delcasse egykori francia külügyminiszternek a szavaira, sokszor idézték már, ezt elmondom én is, egy nemzet sincs megalázva azzal, hogyha legyőzték, vagy ha aláírt késsel a torkán egy végzetes békeszerződést. Bestelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, a tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás. Hagy emlékeztessem önöket egyébként arra, hogy 2008. március 4-én az Országgyűlés Külügyi Bizottsága hagyta jóvá Füzes Oszkár bukaresti kinevezését. A Fidesz egyébként akkor is csak udvarias nemmel szavazott, azaz csak tartózkodott a kommunista újságíróból lett diplomata jelöltre. Szeretném bízni abba, hogy ebben az esetben önök nem fogják folytatni azt a gyakorlatot, ami a nagykövetek kinevezését, vagy a nagykövetek helyben tartását jelentette az elmúlt egy évben. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy továbbra is szolgál Szlovéniában az egykori SZDSZ-es politikus Szent Ivány István, Bence Józsefet, az egykori szocialista rendőrfőkapitányt a kemény korrekt elszámoltatás jegyében kiküldték nagykövetnek Macedóniába, de a helyén hagyták a Kadhafit éltető líbiai nagykövetet Marton Bélát is. Ne folytassák ezt a sort, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ne folytassák ezt a sort, államtitkár úr. Hagy emlékeztessem önöket Farkas Géza esetére. Farkas Géza pozsonyi konzulnak azért kellett hazajönnie, nem azért, mert Szlovákia tiltakozott volna az ellen, néhány szélsőbb oldali szervezetet leszámítva.
Nem azért kellett hazajönnie, mert Szlovákia tiltakozott volna az ellen, hogy magánvéleményként kifejtette a véleményét a szlovák történelmről, és elmondta azt, hogy Szlovákia az állami attribútumokat egyfajta licenszként vett át. Azért kellett hazajönnie, mert a magyar külügyminisztérium hazahívta őt. Az elmúlt 20 év magyar külpolitikája folyamatosan és mindig arról szólt, hogy legyünk tekintettel a szomszéd népek érzékenységére, legyünk tekintettel mások érzékenységére, legyünk tekintettel a jó szomszédi viszonyra. Mikor leszünk végre a saját érzékenységünkre, a saját nemzeti önbecsélésünkre tekintettel, államtitkár úr? A Facebookon megszerveződött egy csoport, Magyar vagyok, nem idióta néven.